Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Az immunrendszer újraépítése videó filmemben, ami most már sokadik itt az elmúlt közel lassan 10 év távlatában. Remélhetőleg sikerül bemutatnom mindazt mindenki számára érthetően, amivel én legelőször lassan 10 évvel ezelőtt találkoztam. Miről is lesz szó? Mi is az immunrendszer? Mik a feladatai? Erősíthető vagy inkább újraépíthető az immunrendszer? Mikor és hogyan épült fel immunrendszerünk, ha ez ugye valamikor felépült. Felnőtt korban valóban tudunk-e tenni bármit is az immunrendszer hatékony működése érdekében, és ha igen, mi is az valójában. Hozzáférhető ez a módszer Magyarországon, hogyha egy módszerről beszélünk, és ha igen, akkor az hogyan. Vannak-e a módszernek megbízható, igazolt bizonyítékai, klinikai alátámasztott tényei, vagy bármi olyan dolog, amivel az itt elhangzottak bizonyítást nyernek. Én magam Bújdosó Ferenc vagyok, aki ezt a videót készítette, és tonnányi anyagnak az átolvasása után gyakorlatilag próbáltam a saját szavaimmal ezt videó és különböző anyagok formájába ugye átkonvertálni. Én vagyok a tulajdonosa a Mitogenics Heaven angol székhelyű cégnek, a Mitogenics Heaven Ltd-nek. Gyakorlatilag én vagyok az immunrendszer újraépítés módszer európai importőre, hogyha ezt így lehet nevezni. Az elérhetőségem pedig akár magyar telefonszámom is van, ami bárki elér. Én is viszont tudok hívni bárkit, gyakorlatilag egész Európából ingyen, ezért bátran csörgessen meg bárki, vagy írjon e-mailt nekem az alábbi e-mail címen. Én, amikor az immunrendszer működésével kapcsolatosan rájöttem bizonyos dolgokra, akkor lehet, hogy furcsa most, hogy egy FedExes autó az hogy kerül az immunrendszer újraépítése videóba, de ami nagyon fontos, hogy ez a kép rádöbbentett, hogy lehet másként is nézni a dolgokat, és akkor teljesen mást látunk. Tulajdonképpen ez a felismerés az, ami rádöbbentett arra, hogy hiába nézek egy dolgot, és mondják, mint egy ilyen papagáj, hogy az immunrendszer újraépítése, meg az ellenszer, meg a hatóanyag, meg hogy nem igaz, hogy nem találják fel az ellenszert, és az ellenszer, és ugye a táplálékuk azok ezt csinálják, azt csinálják, stb. Hatnak bármire is, hát ez egy jó nagy tévhit, amire rájöttem, az gyakorlatilag lehet, hogy furcsa, de ennek a képnek a segítségével döbbentem rá, hogy atya világ, nézek valamit, és teljesen más van mögötte, mint az valójában. Nem tudom, hogy valaki ismeri a képet, hogy mit lát, tegye fel magában a kérdés, hogy mi az, amit a képen látok. Látok a képen házat, erkét, üveget, ablakot, autókat, aszfaltot, egy teherszállító autót, vagy egy futárszolgálatos autót, egy FedEx feliratot. A kérdésem az lenne, hogy és ezen az úton kell gondolkozni az elkövetkezendő, hát közel egy órában, ahogy én itt számoltam, hogy megértse mindenki azt, amiről beszélni fogok, nagyon fontos megtalálni azt a fehér nyilat, ami itt a képen látható. Mindenki nézze jó alaposan ezt a képet, és a fényképen látni fog egy fehér nyilat. Valaki látja, valaki nem, valaki látja azért, mert már megmutatták neki. A lényeg az, hogy próbáljon egy pár percig nézni és keresse meg ezen az nagy fényképen találhat egy fehér nyilat. Annyi segítséget adok, hogy az autón található ez a nyil, méghozzá igen látható helyen, és igazából a mondani valója az, hogy egy előrefele mutatást, egy állandó fejlődést, egy előre gondolkodó módot szimbolizál ugye a FedExnek a logója, amiben elrejtették tulajdonképpen ezt a fehér nyilat. Hát, ha valaki nem látná, ugye akkor, ha most rámutatok arra a pontra a kis lézerpontommal, akkor itt láthat ugye egy fehér nyilat, amit, hogyha először nézi a képet, az büdös életben rá nem jön, hogy a fehér nyilat hol található, hogyha ezt látja, akkor onnantól kezdve a többit nem fogja látni, illetve csak erre fog fókuszálni. Na, a gondolkodás módról ennyit, tehát ezért nagyon fontos, hogy az immunrendszerrel kapcsolatos információjuk van, ami a betegséggel kapcsolatos információk van, ami a táplálék kiegészítők, táplálék vitaminok, egyéb bármilyen csodaszer varázsbúgyóval kapcsolatos információja van, azt most törölje, és legyen szíves rám figyelni arra a fehér nyírra, amit folyamatosan fogok mutogatni.
Ahhoz, hogy megértsék, hogy én miért lettem ennek a tudora, ennek az egész történetnek, és személyes történetemet engedjék meg, hogy személyes történetemen keresztül hadd mutassam be. Tulajdonképpen a gondolkodásomnak a kezdete 1900, ezen irányú gondolkodásomnak, vagy kutatásomnak a kezdete 1986-ra tehető, amikor is egy veszettségoltást kaptam, amit egyedülként éltem túl. Hát én úgy tudom, hogy az egész világon, de lehet, hogy csak Európában erre pontos információm nincsen. Az én ismereteim szerint én vagyok az egyedüli, aki a veszettség vírust, azt túléltem. Én annak idején gyermekkoromban megfogtam egy veszett macskát, majd ugye be kellett oltani, illetve hát köteleztek a beoltásra, miután nem lehetett tudni, hogy a veszettség vírus az bennem van, vagy nincsen. Ezért a szüleimnek alá kellett írni egy papírt, hogy vállalják a felelősséget, hogyha esetlegesen jelentkeznek a tünetek, akkor menthetetlen leszek. Ha pedig belém oltják ugye a legyengített veszettség vírust, akkor pedig mindenképpen bennem lesz, aminek szintén megvannak ugye a veszélye, hogy a szervezetem ugye ezt nem fogja tudni túlélni, hiszen semmilyen megoldás erre nincs. Annak idején az orvos annyit mondott, hogy a szüleimnek a kérdésére, hogy van-e esetleg valamilyen esély, annyit mondtak, hogy ha a szervezetem egészségesen működő immunrendszere az valóban egészségesen és jól működik úgy, ahogy az ki lett találva, akkor az az egy, ami ezt az ellenszert, vagyis erre az ellenszert ki tudja dolgozni, és az az egy, ami képes ezt a vírust elpusztítani a testemből. Na, 1990-ben ez elgondolkodható volt későbbiek során, hiszen 1990 óta fulladó, gyötrő, köhögéseim voltak, amik hát közel 20-25 évig tartottak, ugyanis majd látni fogják, 2008-2009-ben találtam meg a megoldást, hát ez között elég sok idő telt el. 1991-től kezdtem el az immunrendszer támogathatósága után kutatni, millió sikertelen orvosi próbálkozás követően, hiszen ugye ez a fulladó köhögésem olyan mértéket öltött, hogy gyakorlatilag megjártam a tüdőszanatóriumot, az allergia központot, az orrfülgégét, a klinikát, megműtöttek, gyógyszeres és a különböző kezelésekkel vetettek alá, gyakorlatilag semmilyen orvosi, egyébként diagnózis sem tudtak felállítani pontosat, illetve az arra adott kezelések pedig eredménytelenek voltak. Sajnos ez a fulladó roham ez olyan állapotba hozott, hogy 2008-ban már Londonban dolgozva állapotom rohamosan, rosszabbodása miatt angolul kezdtem el kutatni, majd rábukkantam egy kanadai kutatóközpontra, ami egy immunológiai kutatóközpontra. 2009-ben tettem az első megdöbbentő tapasztalatom, ami a fulladásaim majdnem eltűntek, alig 3 nap alatt, majd 2 héten belül teljesen nyomtalanul. Gyakorlatilag ez a megoldás rádöbbentett valamire, amit igazából még nem igazán tudtam megfogalmazni és értelmezni sem, ugye még ha mindenki ugye az első képre gondol, ahol a FedEx-es autó látható, nem láttam a fehér nyilat. Viszont 2010. augusztusában egy újabb családtagom daganatos megbetegedése eldöntette velem, hogy tennem kell valamit, hiszen amit találtam az immunrendszerről valójában, az már sokkal, de sokkal komolyabb, mint én azt először hittem. Ez a felfedezése minden eddigi elméletemet és olvasott információt teljesen ellentétbe helyezett a szokványossal, ezért ugye a fehér nyíl kezdett ugye előbukkanni, de gyakorlatilag ugye erre még mindig nem volt 100%-ban tiszta számomra, hogy tulajdonképpen mi is lehet itt a lényeg. Csak azért néhány dolog, hogy azért tisztában legyenek fel a veszettség túlélési esélyeiről, 1950 óta mindösszesen 8 alkalommal fordult elő emberi veszettség. Ezek mindegyike halállal végződött. Közülük csupán 2 esetben kezdték meg legyengített vírussal fertőzött védőoltás sorozatot, aminek igen sok mellékhatásai és veszélye is volt, hiszen ugye az egyik páciens a sorozat befejezés előtt meghalt, a másik én vagyok. Ez egy 6 oltásból álló oltás sorozat volt, egy 7. emlékeztető volt, ami a legyengített veszettség vírus gyakorlatilag hasfalon keresztül bőr alá juttatva a szervezetembe adagolták. Ez azért elgondolkodott, amikor én ezt túléltem, hiszen a következők a tények. Az embernél jelentkező veszettség első szakasza a lappangási periódus, ami 20-60 napig tart, ilyenkor még nincs vírusürítés, majd ezt egy már klinikai tünetekkel is jelzett, nem specifikus szakasz követi, amely 2-10 napig tart. Ezután már olyan neurológiai szimptomák jelentkezhetnek, mint a paralízis, delírium, halucináció, kóma, stb. Majd végül beáll a halál.
Ami fontos ugye, és ugye ez kéne a fehér nyíl, amit fog mutatni majd, hogy amire rájöttem, mi is az valójában. Amint a neurológiai tünetek, tehát idegrendszeri tünetek bekövetkeztek, semmilyen gyógyszer, vakcina, transzfúzió, tehát vérámtömlesztés sem mentheti meg a páciens életét. Ez elgondolkodhatott, amikor én ezt túléltem, és ugye maradt ugye bennem gyermekkoromból, ugye akkoriban 15-16 éves voltam, ha jól emlékszem. A későbbiek során, ugye a 90-es évek elején elgondolkodhatott ugye az a dolog, hogy én túléltem egy gyógyíthatatlan betegséget, vagy egy vírust, ami a szervezetembe bekerült, és az immunrendszerem erre kidolgozott valami hatóanyagot. Na most érdekes, hogy az oltottak száma 1988, érdekes, ugye? Azóta jelentős számban megnövekedett, hiszen a jelenleg használt modern, tisztított, koncentrált feszettség elleni oltóanyag bevezetése került forgalomba, így ezáltal a beoltottak száma jelentősen megnövekedett. Itt írja is, ugye, hogy a hazai előttes oltóanyag, aztán korábban a birkahagyban elszaporított vírus tartalmazó hazai előállítási oltóanyag alkalmazásakor súlyosabb oltási szövevényekre is számítani lehetett, így csak alapos megfontolás után tényleges indokolt esetben került sor az oltási sorozat beadására, ez nálam bekövetkezett, pedig akkor is már volt a másik típusú oltóanyagból, csak nem Magyarország területén, és akkoriban még a határok zárva voltak. Amikor a gyakorlatban ismerté vált, hogy újabb készítmény alkalmazása során ilyen súlyos oltási szövevényekre nem kell számítani, egyre kevésbé érvényesülnek az esemény megítélésében a szakmai szempontok, egyszerű kutyaharapás vagy vesztegési fertőzés gyanúja elfent, hát akkor be kell oltani, hiszen ennek a kockázatán már nem ugyanaz, mint az én esetemben volt. És ugye én 86-ban kaptam meg az oltóanyagot, két évvel később, az gondolom az én elég, hát nyilván erről nem lehetett tudni sehol semmit, de gondolom ennek hatására 88-ban kivonták és bevezették ugye ezt a másik oltóanyagot. Mert ez csak egy kis kortörténet azért, hogy tudják, hogy én miért hiszek abban, hogy az immunrendszerem gyakorlatilag bármire képes, hiszen a szervezetem egyszer már megmentette, mert valami oknál fogva az jól működött, majd erről később. Immunológiai Kutatóközpontra találok, 2008-ban, ugye 2006-ban költöztem ugye Angliában, majd két év alatt olyan rossz állapotba került ez a fulladó rohamó köhögésem, hogy kénytelen voltam ugye kutatni, majd két egyetemhez vezettek a szálak, az egyik a McGill University vagy Egyetem Montrealban, Quebecben, ez egy immunológiai tanszék, illetve a Heidelbergi Európai Immunokémiai Sejtbiológiai és Rákutató Központ Németországban. Három immunológusnak az anyagához sikerült véletlen módon hozzájutnom, és onnan a klinikáról tonnányi anyagot kapva meglepődésemre, amikor elkezdtem neki kirogatni. Aki ezt nem hiszi el, erre jó néhány levelet tudok ennek bizonyítékával felmutatni, de majd itt a videóban is be fogok tudni mutatni néhány orvosi anyagot, amit erről a klinikáról kapva tanulmányoztam, és kezdtem el megtudni. Balról jobbra dr. Wolf Dröge, a Heidelbergi Németországi Sejtbiológiai és Immunológiai Kutatóközpontnak a vezetője több mint 30 évig, majd Patricia Kangshaw és Gustavo Bruno, ők pedig a háború idején Amerikába, majd Kanadába emigrált kutatóorvosok voltak. Részletesebben dr. Gustavo Bruno-ról csak néhány gondolat. Tanulmányait a Torinói és Genovai Egyetemen végezte, szülőhazájában, Olaszországban. Gustavo Bruno orvoskutatói karrierje, mint munkatárs kezdő sebészként az indiáni orvosi központban, Indianápolisban. 63-ban Kanadában költözött, ahol kezdetét vette az akadémiai karrierje, ami tulajdonképpen egyenes út vezetett a sebészprofesszori címhez. Először a Sherbrooke-i Egyetemen 73 és 85 között, majd a McGill Egyetemen Kanadában, Quebecben 85 és 93 között. Gustavo Bruno 1965-ben kitüntették a kanadai király orvosi kutatósebész főiskola érmével, és Bruno elismerését arra kapta, hogy felfedezte jelentőségét az alapétrend szerepének, tehát gyakorlatilag az immunrendszer működésében a tápláléknak, a táplálékoknak a szerepének a fontosságára rá tudott mutatni. Dr. Wolf Dröge, ő volt az első, aki leírta a glutatión hatását, egy anyagot a szervezetünkben, az immun, amit talált az immunválaszon az élő szervezetben 1986-ban, és felfedezte az abnormálisan alacsony cisztein glutatión szintet a HIV betegeknél és az éceseknél. 1988 és 89 között kapcsolatot talált ugye az alacsony glutatión és a cisztein szint között.
Ebben a klinikai széle tanulmányomban dr. Röög azt vizsgálta, hogy milyen hatás van a cisztein pótlásának az egészséges és a HIV betegségben lévő páciensek immunrendszerén, és azt is vizsgálta, hogy milyen súlyvesztési, leromlott egészségi állapotú rákos betegek esetében. Tehát ugye a leginkább veszély, tehát a leginkább súlyt, immunrendszerileg sújtott betegeknél vizsgálta, hogy a cisztein pótlása az milyen egészségi változás hozott az ő életükben. Dr. Röge, akit elkötelezett jót a klinikai tanulmányok és szervezett kutatási munkálatoknak, McGill egyetemi kollégáival és más vezető tudományos intézetekkel Dr. Röge több mint 40 évig elkötelezettje volt az általános és klinikai kutatásoknak, munkamorája révén felállította egyfajta szabvány biztonságos és hatékony új termékek gyártásában, táplálékoknak az előállításában. Doktorátus után folytatta kutatásait a Freiburgi Max Planck Immunológiai Kutatóintézetben Németországban és a Minnesotai Egyetemen. Egy híres immunológussal, dr. Robert Allen Gooddal később 3 évig munkatárs szolgált a Harvard Egyetemen, és 4 évig, mint kutató tudós a világ megújult bázeli immunológiai hivatalánál Svájcban. Aztán egy 30 éves karrier követte, mint sejtbiológia, immunológia professzor dolgozott a Heidelbergi, németországi egyetemen, mint vezető immunokémiai részlegének és a Nemzeti Rákutatási Központnak a vezetőjeként. Dr. Gröbe nemzetközi hírneve a redox fiziológia és öregedés kutatás területén alapult, ahol több mint 280 publikáció jelent meg különféle nemzetközi tudományos folyóiratokban dr. Gröbe, kutatásai fókuszában a redox szabályozás, jelátviteli korfejlődés, HIV fertőzésben, a mechanizmus a betegség kapcsolatos legyengülés, öregedés, tumor elhalási tényezők esetében. Dr. Dröge szintén rengeteg cikket jelentetett meg redox fiziológia, rák, öregedés kutatás területén, és rendszeresen adott diákoknak előadásokat a McGill Egyetemen Montrealban is. Patricia Kongsáv kitüntetéssel diplomázott a Cambridge-i Egyetem természettudományi karán, mint vezető tudós, majd doktorátusát immunológiából McGill Egyetemen fejezte be, miután emigrált Kanadában. Patricia későbbiekben csatlakozott a McGill Egyetem gyógyszerész fakultációjára, 1986-ban kinevezték az életleni osztály teljes értékű professzorának. Kutatásai egy független finanszírozási alap finanszírozta, aminek tagjai a Kanadai Orvosi Minisztérium, a Kanadai Nemzeti Rákutatási Hivatal, a Kanadai és Amerikai Egészségügyi Hivatal igen komoly támogatást adott az ő munkájának. Kutatásai az általános ismeretek szerzése az immunrendszer működésével kapcsolatban irányultak, aminek fókuszá a sejtszintű immunológia, élősködő paraziták kölcsönhatása, természetes genetikai ellenálló képessége a szervezetünknek. Kutatásának fő iránya a növekvő alapismeretek szerzése az immunrendszer működésében, amelynek központjában a sejtes immunitás állt, parazita kapcsolatú természetes genetikai védelem. 1970-es évek elején Gustavo kutatásainak hatására kezdett el együttműködni Bunóval, akinek kutatásai különböző étrendi fehérjék immunválasz hatékonysággal irányultak. Közös publikációik is jelentek meg, 89-ben 14 közös tanulmány született, igazából nem is bonyolultanám én ezt túl, gyakorlatilag tejsófehérje koncentrátumon dolgoztak, amiben a sejtek glutatión szintjét tudták ezáltal fokozni, és ezáltal az immunválasz aktivitását. Szerencsém volt ugye a kutatóközpont révén egy olyan híres professzorral is találkozni, és gyakorlatilag az ő klinikai készítményének az európai képviseletét megkapni. 2011-ben összehozott a sors, illetve egy személy ennél ettől a klinikától, dr. Walter G. Krinoinnal, aki tulajdonképpen egy ND, vagy naturopatik doktornak is hívják, természetes úton gyógyító orvos, aki én úgy szoktam fordítani, hogy talán táplálék gyógyszerész, vagy táplálékokkal gyógyító orvos, ha jól emlékeznek ugye az első két professzornak, közül ugye Gustavo Bunu elismerés kapott az alapétrendnek az alapjának a lerakásában, tehát az ételek, tápanyagok összefüggésben vannak az immunrendszer működésével. Hál' Istennek dr. Walter Krinoin nem más, mint a környezeti mérgek eltávolítás professzora, természetes módszereken alapuló gyógyítás orvosa. Dr. Krinoin az egyetemi diplomáját 82-ben Seattle-ben kapta a Washington államban, annak az első ebben a szakákban indított osztályában végezte. Ezt követően családi vállalkozásban elkezdett foglalkozni speciálisan az allergiás betegségekkel és kezelésekkel, a krónikus olyan egészségügyi problémákkal, amit kifejezetten a környezeti mérgek túltelítettségei okoznak. 1985-ben nyitott a természetes úton gyógyító klinikáját. Észak-Amerika legjobban felszerelt klinikája volt a környezeti mérgekkel legjobban szennyezett egyének részére. Orvoskutató professzor, aki úttörő munkát végez a környezeti mérgek kutatásában,
azok szervezetünkre gyakorolt hatásában. Ezen kívül megoldást ad ahhoz, hogyan tudjuk sejtjeinkből eltávolítani természetes úton, természetes anyagokkal az azokat károsító mérgeket. Kedves hallgatók, akik ezt a videót nézik, talán ez elegendő referencia azoktól az emberektől, számomra az én tudásomnak a gyökerei, ezektől az emberektől származnak. Egyszerűen megtanultam angolul, a biológia és a kémia érdekelt világ életemben, hiszen orvosnak készültem, csak nem sikerült. Ezért én ezeket megtanulva megpróbálom most önöknek egyszerűen elmondani, amennyire lehet. Tehát azt gondolom, hogy ez az információ, amit most mondok, ezektől az emberektől származva semmilyen kétséget nem tud önöknek okozni, és amiről beszélek, ezek tények, nem pedig feltevések. A felfedezések az immunrendszer kapcsolatosan egy anyagot találtak az emberi szervezetben, ami összeköthető volt az immunrendszer hatékonyságával, mint az előző két önéletrajzból kiderült, a fehérjéket kutatták az emberi szervezetben és az emberi szervezetre gyakorolt hatásában, ahol találtak egy tripeptidet, ami gyakorlatilag ugye, egy hát tripeptid, az egyik orvos mondta nekem, amit glutatión névvel ismert. Az immunrendszeri felfedezés 1989-ben, amit ugye ezzel kapcsolatosan ugye felfedezést tettek, 2008-ban díjazták Nobel-díjjal, méghozzá dr. Luc Montagu professzort, aki 1984-ben a HIV betegeknél tett felfedezésért kapta ezt az elismerést. 1989-ben dr. Wolf Dröge kapcsolatot talált ugyanis a HIV és az abnormálisan alacsony cisztein glutatión szint között, magyarul az AIDS betegeknél ugye a HIV vírus a T-sejtek száma összefüggésben találta az alacsony glutatión és cisztein szinttel, ami gyakorlatilag egy óriási áttörés jelentett az immunrendszer kutatásával és az immunrendszeri betegségek kutatásával kapcsolatosan. Itt látható Montreal, Quebec az egészségügyi miniszter által elismert levél, gyakorlatilag az immunrendszer kutató központ megfogalmazásában, ahol ugye megköszönik ezt a munkát, illetve ugye az AIDS rákvilág konferencián is felhozták ugye ezt a témát, hiszen ugye kapcsolatot találtak az alacsony glutatión szint, az oxidatív stressz, a rák, az AIDS, különböző idegrendszeri betegségek és egyéb betegségeknek a kapcsolatában, illetve ugye a Humanized Native Milk Serum, azaz gyakorlatilag kapcsolatot találtak a különböző betegségek, a glutatión, a cisztein szint, és ugye az anyatej kapcsolata között, ami az immunrendszer felépülésénél ugye szerepet játszik. Itt elhangzott ugye egy különleges kifejezés, ez a glutatión, ami kérdést tesz föl, vagy vet föl, hogy mi az a glutatión, és igazából honnan van. Most még mielőtt gyorsan itt valaki a videót kikapcsolná, és nekiállna a glutatión szóra rákeresni, ne tegye, mert igen, félrevezethető információkat fog találni, ha hisz nekem valaki, hisz, ha nem, akkor nem. Én azt gondolom, 10 éve én voltam a legelső ember, aki Európában erről publikált, azoktól az immunológusoktól kapott anyagoknak a segítségével, amelyik nem igényel további kutatás, hogy majd én megtalálom, akkor majd én rájövök az igazságra, hiszen ez le van írva, majd meg fogom mutatni, hogy milyen bizonyítékok vannak erre, méghozzá nagyon komoly, hogy ne fölösleges ezen az úton keresgélni, hiszen a megoldást is meg fogom mutatni. A glutatión egy tripeptid, vagyis 3 aminosavból álló tripeptid, vagy hát egy nem eszenciális aminosav. Ezt a szervezetünk állította elő, újrahasznosuló, tehát újra és újra a gyermekkorunk óta ugye ez újrahasznosul, tehát oxidált, redukált formátumban fordul elő a szervezetünkben, több funkciója is van, tehát nem egy kizárólagos funkciója van a szervezetünkben, hanem nagyon sok, de tulajdonképpen hogy is került ugye ez a glutatión a szervezetünkben? Hát ugye már itt néhányszor elszóltam magamat, aki figyelt, hogy a megoldás az anyatejben találták, tulajdonképpen meg. Az anyatej minden szervezetünk számára létfontosságú tápanyagot tartalmaz csecsemőkorunk első 6 hónapjában. Így nem csoda, ha az immunrendszerünk felépüléséhez is tartalmazza a szükséges tápanyagokat, megtalálták benne a glutatión előállításhoz szükséges alkotóelemeket. Itt most megállok, mert volt olyan, aki az előadás végén, ugye megint ugye nem a nyilat, hanem ugye a FedEx-es autót bámulta, és még mindig nem látja, hogy nem a glutationt kell bevinnünk, nem tudjuk ezt úgy növelni, mint az embereknek az agyában az legtöbbször ugye a különböző reklámoknak a hatására.
ja, a glutatión, akkor ezt most be kell vinnünk, és ezt úgy tudjuk növelni. A szervezetünk állítja ezt elő, csak úgy működik. Tehát szervezetünk állította elő három aminosavból. Az a három aminosav pedig ugye az anyatejben található meg. És annak is az anyatejnek a savú részében. Az anyatej különböző alkotóelemek összessége, aki ugye például túrót, tejet, illetve túrót, sajtot készített valaha otthon, nem volt tejet vásárolt, és azért még volt nyers, kezeletlen tej a kezében, ha azt pihenteti, akkor tudja, hogy szétválik ugye a különböző alkotóelemekre a tej, és az egyik alkotóeleme a savó. A savó rész 20 aminosavat tartalmaz, ami a glutatión előállításának ugye az a három aminosav része, amiből előállítja a glutationt. Tehát nézzük, melyek ezek. Az egyik ugye a glutamin, a glicin és a cisztein. Ez a három a savóban található, a 17 másik mellett. A szervezetünkbe az anyatej által bejutva gyakorlatilag elő tud állítódni ez a glutation, ami a szervezetünk immunrendszerének működtetéséhez kulcsfontosságú. Na nézzük, hogy hol van ennek szerepe, ennek a glutation tripeptidnek, ami már ugye tudjuk, hogy az anyatejnek savó részéből a szervezetünk előállította, és ha ezt előállította, ugye tudjuk, hogy újrahasznosuló, és több funkciós, hiszen már ezt is tudjuk az előző képletből, a szervezetünk minden kulcsfontosságú folyamataiban részt vesz. Így alkotott meg a természet, hogy minden különálló sejtünk, amiből több milliárd van, minden különálló sejtünk tartalmaz glutationt, hiszen ennek a védelmében hozta létre a természet, belső védelmi rendszerünknek érthetetlen módon egyetlen anyag az, ami ezért felelős, illetve annak a hatékonyságát meghatározza a sejt szintű glutation. Ugye azt tudni kell, hogy például a sejtről, hogy a sejtjeink hol találhatók, tehát van bőrsejt, idegsejt, izomsejt, csontsejt, és még ezerféle sejtekből állunk. Nézzük azt a négy pontot, ahol a szervezetünk most már megfogalmazzuk, hogy tulajdonképpen mi ez a belső védelmi rendszer. Ez négy pontban van meghatározva, hogy hol. Mindjárt meg fogom mutatni, csak lássuk ezeket a pontokat. Az egyik az antioxidáns folyamatok, a legerősebb belső antioxidáns, minden antioxidáns anyjaként ismert a glutation. Gyakorlatilag ugye egyetlen egy antioxidáns sem tud úgy működni, mint ahogy a természet megtudta, ahogy megalkotta, illetve annak kellene, hogy működjön. Így például a C és az E-vitamin sem működik úgy, ahogyan kellene. Meglepő, hogyha megfelelő mennyiségű glutation áll a szervezetünk sejtjeink számára rendelkezésre, akkor a C-vitamint újra hasznosulóvá tudja tenni, de erről most én nem részleteznék. A lényeg az, hogy közel 4000 antioxidáns ismert, ezek egyike sem működik a glutation megfelelő mennyisége nélkül. Méregtelenítés, a legerősen belső méregtelenítő anyagunk, tehát aki azt mondja, hogy méregtelenít, de glutation szintje kritikusan alacsony, nem tud méregtelenteni. Ihat varázsteát, varázsbogyót, varázs akármit, csinálhat bélmosást, bármit, a szervezete nem fogja tudni azokat a mérgeket kiválasztani, amik a problémákat okozni tudják, nagyon egyszerű biológiai ténynél fogva, hiszen a glutation, mint kiderült, vízzel oldhatóvá képes tenni a nehézfémeket, még a sugárfertőzést is, tehát ugye radioaktív tévésugárzás, ami a mikrohullámos ütőből jön, ami a napfényeiből jön, stb. Vízzel oldhatóvá képes tenni, és ki tudja üríteni ezeket. Immunválasz hatékonysága, meghatározó szerepe van a glutationnak, a T-immunsejteknek a számának a meghatározója magyarul, a vírusok szembeni védelem, a baktériumokkal szembeni védelem, a rákos sejtekkel szembeni védelmünknek, magyarul ezek elleni hatékonysága T vagy gyilkos immunsejteknek a számának a meghatározója a hozzáférhető glutation. A negyedik, és nem utolsó sorban, de talán nem tudom, hogy melyik a legfontosabb, de ez is egy nagyon fontos pont, a DNS szintézis és javítás. Ez annyit tesz, hogy a hibás génsejteknek, a hibás genetikájú sejteknek ugye a kijavító képessége, illetve ugye az egészséges sejtek szaporításának kulcsa az, hogy a vérben megfelelő mennyiségű glutation álljon ehhez rendelkezésre. Hogyha ez megvan, akkor ez a folyamat is tökéletesen fog működni. Na nézzük ezt, hogy a felsoroltak hol vannak listázva. Ennek a klinikai igazolása 1996 óta kettő könyvben is listázva van. Az egyik a gyógyszerészeti asztali referenciakönyv,
a másik pedig az asztali orvosi referenciakönyv, ami 1996 óta, 1996 óta több mint 20 éve föl van tüntetve és le van írva. Az alábbi szerint van leírva, ez az én fordításom egyenesen a gyógyszerészet és a referencia könyvben leírtakból, aki, nem, aki szeretné ezt eredetiben látni, az akár a könyvet is a kezébe tudom adni, hiszen itt tartom a kezemben, illetve ennek megvan PDF formátumában is ez a kifejezet, ez a rész, ahol a glutatión szerepel le van írva az orvos referencia könyvében. Itt látható ugye az első, a legfontosabb, a legerősebb belső termelődésű antioxidáns, amit sejtjeink állítottak elő, közvetlenül vesz részt a szabadgyökök és a reaktív oxigén vegyületek semlegesítésében, így például a kívülről bevitt antioxidánsok működtetése, karbantartása, C és E vitaminban, azok aktív formáiban csökkenti ugye ezáltal az öregedés folyamatát, illetve lassítja ugye az öregedés elégésének ugye a folyamatát. Közvetlen kapcsolódása a méretteleníti a szervezetünket meg annyi xenobiotikumoktól, idegen összetevőktől, rákkeltő kémiai vegyületektől, ugyanakkor szerves és szervetlen mérgektől is egyaránt. Így például a nehéz fémektől, aromás szénhidrogénektől, nitrozamin, azaz dioxinok, vegyületeik, benzopirinek, és sok más típusú, ideértve a farmakológiai, azaz gyógyszer származékokat is, mint például a paracetamol származékok, amik ugye lázcsillapítók, fájdalomcsillapítók és egyéb gyógyszer származékok. További funkciói, ugye a hármas pontban a glutatión létfontossága az immunrendszer számára, ugye, hogy ki tudja fejteni a teljes hatékonyságát, mint így például az A pontban ugye az antigének módosítás, bemutatása a fehérvérsejteknek, limfociták, ezáltal befolyásolja a citokin termelődését, az immunválasz típusát, sejtszintű vagy vérben, testnedvekben, amik kifejlődnek. A B pont, B A pontban erősíti az oszlódás útján való szaporodását a fehérvérsejteknek, ezáltal növeli a mennyiségét az immunválasznak, növeli a gyilkoló aktivitását a citotoxik T sejteknek, a natural killer sejteknek, vagyis a természetes gyilkoló sejteknek, ami az első védelmi vonalban van. Szabályozza a sejthalált, ezáltal karban tartja, szabályozza és ellenőrzés alatt tartja az immunválaszt. Ez a T immunsejtes résznek ugye a legfontosabb, a rásejt baktérium vírusuló képességünk gyakorlatilag itt van megfogalmazva. A negyedik pont ugye a DNS szintézés és javítás. A glutationok alapvető szerepe van számos anyagcsere és biokémiai reakcióban, mint például a DNS szintézis, csavítás, fehérje szintézis, prostaglandin szintézisben, aminosavak szállításában, enzimek aktiválásában, millió ilyen dologban. Nagyon sok olyan folyamat van a testünkben, ami hátrányosan érintett az alacsony glutation szinttel, ideértve elsősorban az immunrendszerünket, idegrendszerünket, az emésztési rendszerünket, szív- és érrendszerünket, tüdő-légzőszervi rendszerünket, tehát unblock ez az egész belső védelmi működtetési rendszer, ami ugye belső védelem érdekében ugye a négy pontban meghatározhatóan, most már ugye mindenki számára világosan nevezzük ezt az egész komplex, bonyolult biokémiai rendszer immunrendszernek. Az egészségre vonatkozó klinikailag igazolt tények az alábbiak. A glutation növelése egy stratégia, amit ugye ezen a kutatóközpontban fejlesztette ki, a glutation hiány esetén, ami glutation hiányára lett kifejlesztve. Például az oxidatív stressz, immunitás hiánya, a xenobiotikumok mérge túlterheltsége, aminek eltávolítására a glutation kulcs szerepet játszik, részeként a méretenítés folyamatnak a xenobiotikumok eltávolításában. Nagyon sok klinikai kórkép összekapcsolható a glutation hiányjal és az oxidatív stresszel, a glutationok szerepe van számos kidolgozott orvostudományi hivatkozásban is. A glutation hiány szintén erős szerepet játszik, gyengeség, súlyvesztés, izomsorvás, krónikus fáradtság és a rossz nitrogén egyensúly esetén, ami látható például az izomsorvás esetén is, gyakorlatilag minden egészségügy területen igazoltan a glutation hiány hatással van az egészségünk állapotára. Néhány klinikai dokumentum, amikhez ugye én annak idején hozzájutottam, és a mai napig is ebből egy egész könyvtárat állítottam össze, csak néhány, ugye itt látható Gustavo Bunnunak a neve, Patricia Kangshave ugye neve ezeken a dokumentumokon, ez 1990-es, 1989-es évekből származik, itt nem látszik, de nem is ez a lényeg, csak hogy mutatok néhányat ugye ezekből a klinikai dokumentumokból. Savófehérje, mint táplálék ugye a HIV fertőzött egyéneknél, immunerősítő alkotóelem a savóban, továbbiakban ugye verseny glutation prekurzor az immunrendszer izom és váz rendszerünk között, okozója a krónikus fáradtságnak, antioxidációs rendszer és a glutation kapcsolata, a glutation és az agy funkcióinak fontossága, az autizmus és tisztein gazdag savófehérje kapcsolata, hiszen van nekem is autista ismerős, akinél én személyes dolgokat tudok ezzel kapcsolatosan
mesélni. Mesterséges anyatej elfogadó nyilatkozata a kanadai egészségügyi minisztérium által, HMS 90, azaz ugye gyakorlatilag Human Mother Serum 90-es kódnévvel a gyógyszerészeti könyvben listázták, ugye az előbbi képkockában, ugye ezt felolvastam, hogy mi is van oda beírva. Különböző hatás, effektus megfigyelés a különböző típusú fehérjékkel, a B és T immunsejtek működésében gyakorlatilag a rákos glutatión szerepe a rákos daganatok kezelésében és megelőzésében, tehát savófehérje rákos daganatok megelőzésében, illetve a savófehérje és a glutatión moduláció a rák kezelésében néhány tanulmány. Nyilván fölteheti az ember a kérdés most már, vagy mindenki elkezdett kutatgatni, de ne tegye, inkább nézze végig a videót. Elő tudja állítani a glutatión szervezetünk a felnőtt korban is kérdést, ugye mindenkiben esetleg ez a kérdés felmerül. Hát a jó hír az, hogy ilyen, na de akkor ez ennyire egyszerű lenne, az is a kérdés felmerül, hogy hát akkor ez ennyire egyszerű, akkor gyerünk, ezt elkezdjük növelni a glutatión szintet. Rákeresve az interneten különböző idiótoságokat már bocsánat lehet találni, hogy hogyan lehet a glutatión szintet növelni. Én ezt be fogom mutatni, hogy sajnos ez nem így van, ugyanis a problémák a következők. Tudni kell, ugye, hogy néhány képkockával korábban ugye rámutottam három aminosavra. Na most a természet valahogy úgy alakotta meg ezt az egészet, hogy ezek az aminosavak máshol nem találhatóak meg a természetben egyszerre. Tehát az egyszerre a három nem található meg semmilyen más formátumban. Ezért különböző próbálkozások voltak a cisztein bevitelével, illetve a különböző egyéb másik két alkótelem külön-külön bevitelével, de úgy, hogy a három egyszerre található meg, ilyen nincs. A cisztein egyébként pedig méreg, ezért ha esetleg liposzómás glutationt vagy enacetil ciszteinnel próbálkozik valaki, akkor ne tegye, mert éppenséggel több kárt is tud okozni, mint amennyit fog, ugyanis klinikai tények és bizonyítékok ezt nem igazolják, azoknak a hatékonyságát viszont azt igazolják, hogy mellékhatásaik lehetnek, nyilván, hiszen ugye az a szervezet számára méreg, viszont a savóban található három aminosav a 17 mellett biztosítja mind a hármat egyszerre, csak ugye a probléma az, hogy hőérzékeny. Na nézzük! Ezért is bonyolult ugye a glutatión sejtszint növelése, és ezért nem tudjuk például a T-immunsejtek számát más módon növelni, ezért ugye a B-sejtek számát csökkenteni szokták különböző immunszuprenszásokkal. Felborul a polimorfó nukleáris, tulajdonképpen az immunrendszernél ugye három immunsejtet határozók meg, a polimorfó nukleáris sejteket, a B-sejteket és a T-immunsejteket, amik ezeknek az egyensúlya, ami az autoimmun tünetek megjelenéséhez vezethet, hogyha ugye ez az egyensúly, akkor gyakorlatilag autoimmun tünetek megjelenéséhez vezet ez az egész. Az immunrendszer akkor működik egyensúlyban, ha a T-immunsejtek aránya legalább 80%-ból a másik kettővel szemben. Magyarul ugye tudjuk, hogy több milliárd sejtünk létezik, ezek közül ugye a belső védelmi vonalunk rendszerére három immunsejt az, ami igazoltan létezik. Ezeknek ugye az sejt szám aránya határozza meg az immunitásunknak a hatását. Miután tudjuk most már, hogy 80%-nak kell lenni a T-immunsejtek számának a másik kettő sejtnek a számával, ezért, hogyha azt mondanánk, hogy 1 milliárd a három immunsejt típusnak az összessége, akkor minimum 800 milliónak kell, hogy legyen ahhoz, hogy ez az immunrendszerünk, a belső védelmi rendszerünk egyensúlyban tudjon működni. Ha ugye, mint tudjuk, hogy a glutatión ugye kapcsolatban van a T-immunsejteknek a számával, hogyha a glutatión készletünk gyakorlatilag csökken a T-immunsejteknek a száma, ami ugye csökken ugye ennek a százalékos aránya, tehát ugye 70-60-50%-ba le tud csökkenni a T-immunsejtek száma, ami most már tudjuk, hogy az egyensúly felborulásához vezet, és gyakorlatilag ugye egy alulműködő vagy túlműködő immunrendszer megjelenéséhez fog vezetni. A T vagy gyilkos immunsejtek számának növelésére a szervezetünk képes egyedül, tehát olyan nincs, hogy T-immunsejt növelő, meg majd most én növelem a T-immunsejtek számát, azt vagy a szervezetem tudja önállóan, természetes úton elvégezni, ha biztosítunk számára olyan tápanyagot, amiből a glutatión tud előállítani. Gyakorlatilag ugye ezáltal ennek a száma képes növekedni, ezáltal fokozva az immunitásunknak a hatékonyságát. Tehát, ha van rendelkezésre álló szabad glutatión, vagy tudott megfelelő mennyiséget visszaredukálni, visszaalakítani az oxidált vagy elhasznált formátumából. Ezt még tetézi, ugye, hogy a cisztein, ugye, ami a savófehérjében ugye látható aminosav, ez hőérzékeny, tehát hiába iszunk meg egy liter savófehérjét, abban levő cisztein tartalom hőérzékenyként el fog pusztulni,
vagy nagyon minimális mennyiség fog átjutni, viszont mindenkinek itt felhívom a figyelmét, ne próbálkozzon a nyers sóófehérje fogyasztásával, ugyanis abban levő különböző, megjelennek különböző oltóanyagok, különböző környezeti mérgek az a véren keresztül, ami ugye különböző allergiai vagy éppenséggel autoimmun reakciót fog tudni kiváltani a szervezetünkben, és elég nagy veszélye van például a nyers sóófehérjének a pusztán fogyasztásával, az mellett, hogy nem fog tudni abból a szervezetünk glutationt előállítani, hiszen, mint tudjuk, az egyik alkotóelem eleve hőérzékeny. Felnőtt korunknak a termetéhez mérten több 10 litert kéne naponta meginnünk ahhoz, hogy abból egy optimális glutation készletet tudjunk növeszteni. Ezen a képen ugye egy rákos kisfiúnak, a magyarországi rákos kisfiúnak, a neuroblasztámás kisfiúnak az orvosi glutation képe látható. Gyakorlatilag ugye itt látható, hogy Magyarországon ez a vizsgálat lekérhető. Tőlem kérje valaki ennek, hogyha erre szüksége van, de én ugye megmondtam annak idején is, aki ezt a vizsgálatot kérte, hogy az oxidált glutation szintje biztos, hogy magas lesz, hogyha egyszer valaki daganatos betegségben szenved, vagy bármilyen betegségben, hiszen ugye az előző orvosi könyvben leírtak tényén, ugye nem hiszem, hogy föl kéne tennem, vagy kísérleteznem kéne, vagy meg kéne kérdőjeleznem az ott leírtakat, hiszen az 19 év klinikai tesztek után tudták abba a könyvbe bejutatni. Magyarulnak igen komoly kísérletezéses háttere van. Itt viszont látható, hogy a 123 piros érték az óriási magas oxidált glutation szintet mutat. A reduktált érték is ugye azért nem éppen a tökéletes zöldben van, illetve ugye van itt egy ilyen átlag érték is, ugye egy készletes érték is jól látható ezen a képen. A glutation és a T-sejtek összefüggése az eredeti orvosi könyvből. Én ide bemásoltam angolul, esetleg valaki megkérdőjelezni, hogy valamit én rosszul fordítottam, vagy itt szeretnék valamire itt manipulálni. Gyakorlatilag ugye, aki írt az angolt, az itt ez azt jelenti, hogy glutation fontos, vagy központi részt a centralról, tehát ugye azt mondja, hogy központi, hogy is mondjam ezt, hát nem tudok, ugye sokszor vagy arra hirtelen folytatni, tehát tulajdonképpen ugye nagyon fontos szerepet játszik az immunrendszer működésében, az immunsejtek részénél. Gustavo Bruno tulajdonképpen azt fedezte föl, hogy a glutation hozzáférhető értéke határozza meg ugye a T-sejteknek a számát. Ugye ez mutatott ki ugye az éces betegek esetében. Gyakorlatilag ugye az AIDS az tulajdonképpen egy T-sejtes, T-gyilkos sejteknek ugye a rosszul működésének a betegsége, ami alacsony T-sejtszám, alacsony glutation szinttel párosul. Erre ugye a Nobel-díjra emlékeznek, gyakorlatilag ugye erre kapták ugye a Nobel-díjat, hogy ezt felfedezték. Összegyűjtöttem néhány autoimmun betegséget, ezek 50 szám szerint, amik szintén alacsony glutation szinten járnak. Ha valaki nem hiszi, és ezek között felismeri magát, akkor menjen el és méressen be egy glutation szintet, megmondom, hogy hova tud ezzel menni. Németországban van egyetlen egy klinika Európában, ahol ezt mérni tudják az előbb látott kép alapján. A pirossal jelzett autoimmun betegségekre személyes páciens, tehát személyes tapasztalat van, és minden esetben pozitív. Így a Hashimoto is egy egyszerű autoimmun betegségnek tűnik, gyakorlatilag nagyon-nagyon gyorsan várható a javulás. Ugye, ugyanígy a Crohn betegség, vannak ugye nehezebb esetek és bonyolultabbak, lisztérzékenység is az egyszerűbbek közé tartozik, a polimiozitis, minasztenia gravis tapasztalatom is van, vagy multiple szklerózis, ugyanígy a pszoriázis, különböző boxarkodizózisos, a reumatoid artritis is van esetem, Sjögren szindrómára, cukorbetegség az 1-es, 2-es típusú kolitis, ulcerózat, tehát bélgyulladás, és még itt jó néhányat föl lehet ismerni, mindenki megnézi, hogy esetleg fölismeri a sajátját. Nagyon sok autoimmun betegségre van pozitív tapasztalatom magával a glutation szint növelésével kapcsolatosan. Hányféle módon lehet növelni sejtjeink glutation szintjét? Itt kettő pontban tudom meghatározni, hiszen tudjuk,
Most már mindenki tudja, hogy a szervezetünk glutatión szint, glutatiónja az egy újrahasznosuló gyermekkorunkban termelődött utoljára tripeptid, ami éppen ezért ugye láthattuk az előző ilyen labor eredményen, hogy redukált és oxidált formátumban található. A visszaredukciós folyamatban különböző ásványanyagok, vitaminok, gyógynövények, amik erre hatással vannak, illetve ebben szerepet játszanak ebben az enzimatikus folyamatban. Ez, hogy melyek ezekben tudunk segíteni, hiszen ezt a folyamatot ismerve tudom, hogy melyek azok a kiegészítők, amikkel a meglévő készletet optimalizálni tudja bárki. Azzal is már lehet elérni eredményt, viszont a meglévő készlet sajnos optimalizálása már egyre több esetben nem tud megfelelő eredményt hozni, így a legtöbb esetben szükséges lesz a speciális klinikai készítményre, ami a hatékony és biztonságos táplálék az immunrendszerünk újraépítéséhez. Tehát létezik ugye egy tápszer, ami ugye táplálékként, nem táplálékkiegészítőként van regisztrálva az orvosi referenciakönyvben, ami gyakorlatilag az immunrendszerünk táplálékaként vagy tápszereként lett listázva és regisztrálva, ami kifejezetten ugye a szervezetünk sejtszintű glutatión növeléséhez ad megoldást biztonságosan, hatékonyan, hiszen az orvosi referenciakönyvben csak olyan módszerek kerülhetnek be, amik klinikailag igazoltan biztonságosak, hatékonyak, és azt teszik, ugye, ami oda le van írva. Van-e alkalmazási korlát? Ez minden esetben felmerül, hiszen sok esetben különböző készítményekre rá van írva, hogy gyermekektől elzárva, csecsemőknek nem adható. Hát ugye azokkal, aki meg kell kérdőjelezni, ugye, hogy azokkal mi a helyzet, viszont itt valójában nincs korlát, illetve két esetben van, ugye, amikor az orvos tanácsát mindenképpen ki kell kérni, az egyik a szerv átültetésen átesettek, illetve a ciszturina, ami ugye cisztein feldolgozó képességéje a vesének, gyakorlatilag gátat szab annak, hogy ezt a módszert ugye alkalmazni tudja valaki. Nem kizárt, viszont ehhez nagyon, nagyon fontos az orvosi konzultáció. Ebben az esetben kérhetik ilyen esetben is az én segítségemet, bár szakember sajnos nem vagyok, de ennyi év tapasztalat alapján egyrészt személyes tapasztalatommal, illetve tudásommal tudom segíteni ebben az esetben akár a szakorvost, vagy össze tudom hozni azokkal az orvosokkal kint Kanadában, akik ugye ezt a módszert alkalmazzák. Alkalmazott gyógyszeres kezelés mellett, tehát bárki bármilyen gyógyszeres kezelés mellett ezt biztonsággal használhatja, vagy alternatív terápiaként is. Annyi, hogy ilyen esetben mindenképpen konzultálni kell velünk, ezért nem is tudom odaadni bárkinek csak úgy, hogy használja. Konzultálni kell a használat előtt, hogy ki milyen betegség van, milyen gyógyszereket használ, hiszen az alkalmazás során nagyon hamar túl tudják magukat gyógyszerezni, ugye ezek a betegek, ezért kellő körültekintéssel és odafigyeléssel kell ugye ezt alkalmazni, nem azért, mert ennek veszélye van, hanem ugye nagyon gyorsan nem lesz az a mennyiségű gyógyszer már szükséges, mint azelőtt ugye ezt használták. Erről nekem rengeteg dokumentáció és bizonyítékom van. Alkalmazható kortól nemtől függetlenül, akár csecsemőknél is, akik nem tudtak megfelelő mennyiségű anyatejhez jutni, és így a szerezhető immunitásban hátrányosan kezdenék az életüket. Illetve akik csecsemőkorban nem jutottak megfelelő mennyiségű és minőségű anyatejhez, és felnőtt korban újra szeretnék építeni az immunrendszerüket. Hát ilyenből nagyon sok van az én felmérésem alapján. Kemoterápia, sugárterápia mellé, annak mellékhatásainak csökkentéséhez. Ezt az amerikai és kanadai egészségügyi minisztérium támogatja például kint, hát itt Európában még azt sem tudják, hogy mi ez. Gyakorlatilag ugye, ha emlékeznek, ugye az immunrendszer második pontjánál, ugye a méretteljesítési pontban, hogy mennyire fontos szerepe van a glutatiónak, éppen ezért ugye miután ugye a sugárfertőzés és a kemoterápiának a mérgei gyakorlatilag gátolják ugye a rákos sejtek elpusztítása után az egészséges sejtszaporodást, ezért a rákos sejtek elpusztítása után a kemoterápia és sugárterápiát követően azoknak a gyors mérgeknek az eltávolításában segítve, ugye utána már tudjuk a DNS szintézis és javításban is kulcsfontosságú szerepe van, ezért hihetetlen gyors tud lenni a felépülés, erre nekem is személyes családbeli tapasztalatom van, amiről majd ha valaki kérdez, akkor elmondom. Akár alternatív terápiaként ezen kezelések helyett, akik nem fogadják a hagyományos protokollt, hát ugye ez itt elég nehéz helyzetben vagyok, miután ugye nem vagyok orvos, és a protokollban ugye ez nincsen benn, ezért ugye közös konzultációra van szükség ahhoz, hogy ki, hogyan és mikor kezdi el, nem azért, mert ugye ennek kockázata van, hanem azért, mert nem ismerik. Hát szeretnék bemutatni itt egy kis videót, egy pillanat, hogy kikapcsolom a
Hoppá. Na. Tehát szeretném bemutatni ugye a klinikának egy videóját, és elhoztam a megoldást, önöknek közel 10 év küzdelem áll mögöttem, jelen pillanatban még mindig nem sikerült a kontinensen, tehát Európa, Magyarországon, vagy pedig Magyarország melletti országokban raktárat ehhez létesíteni, viszont a készítményt, illetve az orvosi bioaktív whey-proteint sikerült elhoznom Európában, Anglia és Írország az, ahol bármikor lekérhető közvetlen raktárból. Aki esetleg angliai és írországi kapcsolatokkal rendelkezik, azoknak nagyon szívesen tudok segíteni, de körülbelül annyi költsége van, mint hogyha ugye az én angol cégemen keresztül valakinek postázom, nyilván az én céges postázásomon keresztül sokkal-sokkal olcsóbbá tudom tenni, mintha valaki ezt önállóan tenni. Én tudom, hiszen ugye több mint 2 éven vagy 3 éven keresztül ugye küldtem haza rendszerességgel, különböző módokon, sajnos tudom, hogy ennek a szállítási költsége a legtöbb. Hát nézzék meg ezt a kis rövid videót, amit ugye az Immunológiai Kutatóközpont, az Immunotech készített as we go about our hectic daily videóként. Our bodies are affected by harmful szervezetünk különböző dolgokkal küzd a napi munkánkban, stressz, környezeti mérgek, levegő, étel, sajnos ugye tápanyagmentes vagy szegény ételek bevitele. 40 évvel ezelőtt három doktor ugye felfedezte ugye azt a dolgot, hogyan tud az immunrendszerünk hatékonyan működni. A szervezetünk képessége az erős immunrendszer, ennek felfedezése dr. Gustavo Bruno és Patricia Kongsávnak nevéhez közölik. Felfedezték a speciálisan elkészített sófehérje por, ami gyakorlatilag ebből elő tudja állítani a szervezetünk számára a glutiont, hogy gyakorlatilag egy stabilizálódott cisztein van benne, ami elvesztette hőérzékenységét. Az egyiket immunokának hívják, illetve a második dr. Wolf Dröge nevéhez kötődik, egy speciális ásványanyagokkal kevert komplex, ami ezt a folyamatot támogatja és fokozza. Gyakorlatilag mind a két készítmény, ugye, mind a két tápszer segít a szervezetünknek a glutatión előállításához szállítani tápanyagot. Dr. Jim Goodman az, akinek könyveiből tanultam, ő az a személy, akivel személyes kapcsolatom is egyébként megvan, ő az a személy, akitől az immunrendszer működését dr. Gustavo Bruno és az immunológusoktól hétköznapi nyelvre fordítva sikerült megértenem, és most ezt a videót önöknek szerencséjük van nézni. Az öregedés, a szegény diéta, különböző betegségek, sajnos megenni a glutationt egyáltalán nem fog működni. Ezt lenyeljük a bélcsatornában, szétbomlik másra, és a sejtjeinknek nem tud eljutni. Ezért ugye szükség volt egy precursorre, ami egy ilyen speciális fehérje formátum, amit nem kémiai úton módosítottak egy eljárással. Gyakorlatilag ugye a cisztein bevitele a sejtfalon belülre problémás, a cisztein nem tud a sejtfalon belülre bejutni, mert rettentő reaktív anyag, ezért ugye egy úgy hívott Bondet cisztein, az egy kapcsolt, kettős kapcsolású cisztein-nél alakították át a benne levő aminosavakat, ezáltal be tudnak jutni a sejtfalon belülre, és ott már a 3 aminosavval együtt a szervezetünk sejtszinten glutationt tud előállítani, ami kulcsa az immunrendszerünk működésének. Az Immunocal egy nagyon szigorúan ellenőrzött különböző patentekkel, tehát különböző levédésekkel van biztosítva a minősége. Nagyon sok egyetemen és különböző orvosi klinikákon egyébként elismert kutatási központokban a legmagasabb minőségű fehérje, amit a piacon lehet kapni, nincs egyetlen egy, amelyik hozzá hasonlítható. Ez az a könyv, ami a kezemben tartok, és benne van listázva, amiről ugye láttak ugye a végképkockát. Nagyon magas minőségű és ellenőrzés alatt áll ugye ennek a gyártása, hiszen az orvosi referencia könyvben is listázva van. Jim Button a
Az immunokál egy táplálék valójában az immunrendszerünk számára. A platinum formula, az ásványos formula, egy különleges formula, különböző ásványokkal hozzáadva, ami különböző esetekben például a sportolás, az öregedés folyamatait lassítják, több energiánk lesz, ezért ugye a sporthivatal és a nemzetközi sporthivatal, és ugye az Olimpiai Szövetség által bevizsgált, és ugye Trusted by Sport által az izom tömegelés, az izom tömeg növelés, és a csont, az egészséges csont, és az energia termelésben igazoltan működő készítményről van szó. Gyakorlatilag egy varázsszer, egy varázstáplálék az immunrendszerünk számára. Gyakorlatilag az immunokál egy táplálék az immunrendszerünk számára. Egészséges életet mostantól így tudunk élni. Immunotech, a kutatóközpont. A kutatóközpont, ahol ezt ki tudták dolgozni. A bioaktív whey protein, ugye most már láthatjuk, gyakorlatilag egy bioaktív whey protein, ebből kétféle tápszer létezik, egy cégnek a gyártásában az Immunotech Kutatóközpont által ugye az alap étrend kiegészítőjeként, gyakorlatilag az immunrendszer táplálékaként ugye ez a speciális bioaktív whey protein vagy savfehérje, illetve az ásványanyagokkal dúsított sportolók vagy fizikai munkát vagy stresszen keresztül menők számára egy különleges hozzáadott plusz ásványanyag komplexet tartalmaz, ami én, mint ugye pánikbeteg lettem kint Londonban, én az ásványanyagossal gyakorlatilag pár héten belül a savhányástól és a látás elment a látásom, savat hánytam, nem bírtam kiszállni az autóból, nem kaptam levegőt, fulladtam, mintha ráültek volna a mellkasomra egy nagy elefánttal. Gyakorlatilag ezek az érzések, gyakorlatilag ez a plusz ásványanyag többlettel úgy tűnt, hogy valószínűleg a szervezetemnek erre szüksége volt, és pár héten belül tünetmentessé tudtam válni, nyomtalanul eltűnt a szervezetemből. Milyen érdekes, hogy csak napi 10-20 gram az elegendő az immunrendszerünk számára ebből a speciális táplálékokból. Nem véletlen, hiszen ugye ez úgy lett előállítva, hogy ennyi elegendő legyen, hogyha ugye a hőérzékeny rész nem lenne ugye a kettős kötéssel biztosítva, hogy ideiglenesen elveszítette ez a hőérzékenységét, akkor gyakorlatilag ettől sokkal többet kellene bevinnünk, és azt sem hozná meg a kellő eredményt, viszont így ezzel az eljárással napi 10 vagy 20 gram, tehát egy vagy két tasak tartalmával fantasztikus eredményt tudunk elérni, hát ez önmagában elég fantasztikus, így van. Egyszerűen nem kell semmit tennünk, ami a legjobb ebben az egészben, ugye, hogy nem mi gyógyítunk, nem öngyógyít, nem a készítmény gyógyít, ugye ez a fehér nyíl gyakorlatilag, hogy a táplálék, amit hogyha a szervezetünk számára megfelelő részt táplálja, akkor a szervezetünk képes a csodás dolgokat tenni, tehát egyszerűen csak fel kell oldani, ezt aktiválni, és a többit a szervezetünkre hagyni, ennyi és nem több a mi dolgunk. Viszont fontos, hogy ugye azért ettől bonyolultabb a helyzet, mert sajnos Magyarországon és Európában leginkább azok az emberek használják, akik ugye orvosi kezelés alatt állnak, gyógyszeres kezelés alatt állnak. Miután ezzel a módszerrel hihetetlen eredményeket tudok elérni, ezért ugye a gyógyszeres kezelés mellett levőknek tudniuk kell az ő folyamatukat, hogy mi az, ami várható, úgyis a szervezet fogja jelezni ezt, hogy mennyire van szüksége, illetve hogy mikor, hogyan kell ezt alkalmazni. Ennek az alkalmazása önálló használatra nem igazán javasolt, ehhez szükséges, ha az immunrendszert erősítésnek hívjuk, és egy edzésnek, akkor egy immunrendszer edzőre szüksége van, amit én magam, illetve van most már egy segítőm is, akinek segítségével ebben tudunk az embereknek segíteni. Hogyan tudnak hozzájutni, és hogyan kell ezt alkalmazni. Minden esetben a kérje a tanácsomat, konzultáljon velem, mivel közel 9 év és több száz ember gyakorlati tapasztalásai állnak rendelkezésemre, sajnos egyelőre rajtam kívül megfelelő szakember nemhogy Magyarországon, de Európában sincsen. Jelenleg több segítőt képezek országosan, Kaposvár környékieknek például a Vitkai családon keresztül tudok majd segíteni, ezért ugye majd a végén megadom az elérhetőségeket. Fontos, hogy ez nem gyógyszer és mellékhatásai sincsenek, és nem is lehetnek, egyedüli terápiaként biztonsággal hatékonyan alkalmazható olyan esetekben is, amikor minden másnak lehetnek veszélyei. Az orvosi referenciakönyvbe listázva van, ami azt jelenti, hogy 20 év megelőző klinikai kísérletek igazolták annak biztonságát és hatékonyságát. Hát, kedves
videó nézőim, nagyjából egy óra idő távlatában vagyunk, ennél rövidebbre nem tudtam ugye ezt a videót készíteni, nagyon remélem, hogy érthető volt és világos. Aki ide az utolsó pontra érkezett és a megoldást szerette volna azonnal látni, akkor azt visszavezénylem, ugye, vagy visszairányítanám ugye ahhoz a képhez, ahol a FedEx-es autót látja, és a fehér nyilat értse meg és lássa meg, és aztán majd nézze végig lapról lapra ugye ezt a videót, és a végén nézze meg, hogy mi ehhez a megoldás, mert ha a végétől kezdi el valaki ezt nézni, az a büdös életben nem fogja megérteni, hogy hogy kerül ebbe az egész történetbe ide egy készítmény. Tehát ne a készítmény értse meg, ne a táplálék legyen fontos, hanem az, hogy miért lesz majd, miért tud majd megoldás lenni egy speciális klinikai készítmény az immunrendszer újraépítéséhez. Ebben a munkában most már néhány orvos és természetgyógyász is egyre inkább szerepet vállal. Nagy örömmel tudom bejelenteni, hogy Vitkai Vörös Tina Kaposvár környékieknek egy természetgyógyász, aki az én segítségemmel tud már az embereknek segíteni, együtt dolgozva tudjuk az embereket segíteni, és elkezdeni ezt a módszert, ezt a terápiát, ami bizony hosszú hónapokat fog igényelni, tehát az senki ne várja, hogy megeszik, hú, ebből megeszek egy dobozzal, és aztán én most helyreállítom az immunrendszeremet, mert hogyha ezt újra immunrendszer erősítésnek hívom, akkor gondolja mindenki arra, hogy tulajdonképpen egy edzőteremben, hogyha lemegy, és egy kockás hasat, vagy egy erős felsőtestet szeretne kialakítani, annak a kialakítása sem fog történni egy vagy két hét, vagy egy-két hónap alatt, ahhoz hónapok kellenek. Minimálisan azt mondom, hogy 6 hónap szükséges ahhoz, hogy az immunrendszerének az újraépítése olyan eredményt tudjon elérni, amiből már azt mondom, hogy egy normális hétköznapi életet, egy életminőséget tud elérni, de a tartós használat felhívom a figyelmet, hogy hoz igazából végső, vagy pedig stabil megoldást. Én Bújdosó Ferenc voltam, aki ugye ezt a videót összeállította, és rajtam keresztül került ez a megoldás Európába, tehát még egyszer mindenkit arra kérek, hogy ne kutatgasson, hanem keressen meg bennünket, mert higgy el, hogy én ebben tudok segíteni. Én vagyok az egyetlen az Európában, aki ezzel a módszerrel gyakorlatilag bárkinek segítséget tudunk adni. Köszönöm a figyelmet, és nagyon örülök, hogy volt türelmük ezt az egy órát így végighallgatni. Köszönöm szépen, remélem hamarosan találkozunk, és még annyi, hogy osszák meg a lehető legtöbb helyen, a lehető legtöbb ismerősökkel, attól függetlenül, hogy úgy gondolja, hogy ez érdekli vagy nem. Köszönöm még egyszer, minden